25%-kal csökkent tavaly Tolna megyében az olyan perek száma, amik egy évnél tovább tartanak. Összesen 333 ilyen ügy került a bíróságok elé, ezeknek a nagy része devizahiteles per volt. A peres ügyek több mint 90%-a egy éven belül lezárult, de nem csak gyorsabbak lettek a szekszárdi törvényszékhez tartozó bíróságok, hatékonyabban is működtek tavaly, mint 2017-ben. Az ügyeknek több mint 89%-a első fokon jogerőre emelkedik, azt mutatják, hogy az állampolgárok számára meggyőzőek az elsőfokú ítéletek. Azokat elfogadják, fellebbezéssel nem támadják. A szekszárdi törvényszékhez tartozó bíróságokon kiemelkedően jó hatékonysággal folyik a munka, ezt mondja az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese. A szekszárdi törvényszék ügyforgalmi mutatói kiemelkedőek, az ügyek befejezése meghaladja az érkezett ügyek számát. Ez ugye annak biztosítéka, hogy az ügyek nem húzódnak el, és a bírák észszerű időn belül be tudják fejezni az érkező ügyeket, tehát az állampolgárok időben tudnak az ítéletekhez jutni. A magas színvonalat pedig az mutatja, hogy hallhattuk ma Pécsi ítélőtábla elnökének a tájékoztatóját, ami szerint ezek az ítéletek minőségileg is megállják a helyüket. Tolna megyében tavaly 21.290 ügyet tárgyaltak a különböző bíróságokon.